A kormány 2013-ban kiemelt projekté nyilvánította a kemecsei funkcióbővítő beruházást, ami 100%-ban pályázati pénzből valósul meg. A munkálatok tavaly ősszel kezdődtek, a kivitelezés akár napokon belül befejeződhet és átadhatják az új városközpontot. Jelen pillanatban nekünk van egy funkcióbővítő városfejlesztési projektünk. Erre a projektre a kormány kiemelt projekté nyilvánította még 2013-ban ezt a projektünket, hiszen akkor adtuk be a pályázatot, és 2014 tavaszán nyertük el ezt a projektet. Ez 360 millió forint értékben, hiszen volt itt egy közbeszerzési és egyéb dolog, de az a lényeg, hogy 360 millió forint értékben folyik most ez a beruházás. Itt lényegében egy főtérnek a kialakítását tudtuk megkezdeni a város központjába, hiszen akkor most létesülne Kemecsének a város központja, és ebbe a város központba most el tudjuk helyezni az új városházánkat, amely funkciójában egy teljesen más jellegű megközelítésben gondolkodunk majd a feladatellátás tekintetében. A polgármester hozzátette, a tárgyi eszközök és a technikai rendszer áttelepítése várhatóan ősszel fejeződik be. Ezután kezdi meg az önkormányzat és a polgármesteri hivatal a munkáját az új városközpontban.